az a kezér, aki tud 10-ig számolni. Hadd lássam, ki az, aki tud 10-ig számolni? Akkor mindjárt fogunk, jó? Olvasváros talán nem létezik, de annak igen, aki elképzeli. Ha behunyom a szemem, én is ott vagyok. Nem kell más, csak az, hogy 10-ig számolok. Na és akkor most hangosan hadajak! Egy, kettő, három, hadajok, négy, öt, hat, hét, nyolc, figyelj, kilenc, tíz. Nagyon jó. Írország és olvasváros, Írország és olvasváros, Írország és olvasváros. Rengeteg mező, minden felett tehenek, meg gömbös szőrű birkák. Már köszönöm szépen! Sziasztok! Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Szeretnék nektek bemutatkozni, hiszen mégiscsak így illik ezt. Engem Kovácsovics Fruzsinak hívnak, és azt már szerintem tudjátok, hogy miért jöttem el ma ide hozzátok. Na de! Hogy én is egy picit jobban megismerjek titeket, emelje föl jó magasra az a kezét, aki szeret énekelni. Hadd lássam, ki az, aki szeret énekelni magasra, emelje, gyerünk, magas! Egy! Ki az, aki szeret énekelni? Egy valaki fog velem énekelni? Az biztos, hogy nem lehet, nem. Ki az, aki szeret táncolni? Hadd lássam, jó magasra emelje a kezét, na végre, jó van. Ki az, aki tud jó hangosan kiabálni? Emelje föl az a kezét, aki tud jó hangosan kiabálni? Hadd lássam. Jó, akkor csinálunk egy próbát, jó? Azt fogom mondani, hogy 1, 2, 3, és akkor romra egy jó hangosat fogunk kiabálni. Jó, én is fogok kiabálni. Figyelj, most mindent bele, figyelj. 1, 2, 3! Jó van. Azt gondolom, hogy ez egy jó alap, és még fogunk hova fejlődni. Na, akkor még egy kérdésem van hozzátok. Emelje fel az a kezét, aki szereti a madarakat. Ki az, aki szereti a madarakat? Köszönöm, megvan. Na, az nagyon szuper, mert képzeljétek el, én is imádom őket annyira, hogy írtam is róluk egy dalt. Ebbe a dalba beraktam egy csomó madárnevet, viszont van benne egy turpisság. Ugyanis belecsempésztem egy olyan állatot, amelyik bár repül, de nem madár. Úgyhogy arra kérlek, hegyezd nagyon a füled, és próbáld meg meghallani, hogy melyik a dalban a kakukktojás. Figyelj! Hegyezd nagyon a füledet, hogy miről énekelek. Szép az arany málinkó, sárga színe csábító, a bíróról is azt tudjuk, hogy így huncud, úgy huncud. Csuszka röppen, hügy, fenn az égbe, mügy. Csuszka csókról ábrándoz, lenn a földön ugrándoz. Csőre van, tolla van, van, meg párja van, szíve van, álma van, ott fenn az égben száll, úgy száll, határtalan. Megmutatjátok nekem, hogy szállnak fönn a madarak az égbe, hadd lássam! A fülének müléje, az mindegy, hogy hívjuk, a sötét lesz, hallgassuk. Fatörsön, fakupáncs, ha nincs kukat, rá se ráncs. Másik fán kopácsolj, kérekből varázsolj. Csőre van, tolla van, szárnya van, meg párja van, szíve van, álma van, ott fenn az égben száll. Hatásom, még egyszer azokat a repülő madarakat, mutassátok meg nekem, hatásom, gyerünk! Bizonyám, van olyan madár, amelyik ilyen nagyokat rendes, és van amilyen piciket, mutass, hogy ezt hogy csinálod, amik mondjuk a kolibri ilyen, mutass, hogy rendes el ilyen kicsiket a szárnyadat, nagyon jó! Na
és akkor figyeljetek, mert lehet, hogy most fog jönni a kakukk tojás. Hegyezd a füled! Ott száll egy zöld küllő madár, ő nem hüllő a padláson, de nem ír, lóg fejjel lefelé. A bölcsbaglyot tiszteljük magázba, tegezzük a szajkót, meg más néven mágyásnak nevezzük. Csőre van, tolla van, szárnya van, meg párja van, szíve van, álma van, ott benn az ég, meg száll, úgy száll határtalan. Na figyeljetek! Emelje fel az a kezét, aki tudja, hogy melyik a dalban a kakukk tojás. Na ki az, aki meghallotta, hogy melyik az az állat, amelyik bár behűl, de nem madár a dalban? Na jó, akkor figyeljetek! Mondok egy pár nevet, amik szerepeltek a dalban, és találjátok ki, ezek közül melyik a kakukk tojás. Volt olyan, hogy csuszka, volt olyan, hogy aranymálinkó, volt olyan, hogy zöldkülű, volt olyan, hogy denevér, volt olyan, hogy bagoly, igen. Na melyik ezek közül a kakukk tojás? A denevér, így bizony, és miért? Mert ő hiába repül, de nem madár, ugye? A denevér az bizony nem madár. Na de ha már ilyen kakukk tojásoknál tartunk, akkor figyeljetek, hát ha ezt kitaláljátok. Melyik az a madár, amelyik bár madár, de nem tud repülni? Fekete és fehér színű, a déli sarkon él, és van róla egy rajzfilm, aminek az a címe, hogy Madagaszkár. Na melyik ez az állat? A pingvin, így bizony! Na mutassátok már meg nekem, hogy hogyan járnak a pingvinek. Mutass csak meg! Hadd lássam, hogy járnak a pingvinek. Nagyon jó. Van kedvetek feljönni ide hozzám a színpadra? Igen, akkor gyertek, nézd csak, elengeditek arra. Na gyertek akkor erre, 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 itt, 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 itt. Gyertek bátran. Gyertek, gyertek. Mert hogy ehhez a dalhoz el fog kelleni nekem a segítségem. Gyertek itt föl ezen a lépcsőn, és meg is láthatjátok, hogy milyen jól néz ki innen a közönségünk. Add a kezedet, gyere. Hogy? Hogy? Gyere. Jaj, de ügyesek vagyok, nem is kell már nektek segítség. Adod a kezedet, Cituska, gyere. Na gyere, gyere, gyere. Gyere, te is, szuper vagy. Na, szóval, ott tartottunk, gyertek ide is, jöhettek elrébb is egy kicsit. Úgy, szóval ott tartottunk, hogy? Hogyan járnak a pingvinek? Mutassátok meg nekem. Mutassátok meg, hogy járnak a pingvinek, hadd lássak. Így bizony, hogy forognak körbe. Így bizony. Hogy csapkodnak a szárnyukkal? Hogy rázzák a lábukat? Hogy rázzák a popójukat? És hogy tapsolnak? Hármat? Nagyon jó. Nagyon ügyes vagy. Na figyeljetek, van ám ehhez szöveg is, mutatom, és mondom hozzá. Csináljátok, amit én. Figyelj. Dülöngélve, totyogjál, csináld, körbe, körbe, forogjál. Szárnyat csapkod, a lábad rázd. Ilyen egyszerű ez a pingvin tánc. És itt a végén kiabálunk is hangosan. Pingvin tánc! Hadd halljam! Pingvin tánc! Na ennél hangosabban. Pingvin tánc! Nagyon jó lesz. Hát akkor jöhet is a dal. Még csak totyogunk. Szólok, hol fogunk táncolni. Na gyerünk kis pingvinek, hajrá! Fehér a has, fekete a hát, ahova látnák a lábom nyomát. Ha épp a déli sarkon járnánk, egy rissza, egy bobó, rissza! Bánákkal úszhatnánk, cipő nélkül ballagnánk. Ha épp a déli sarkon járnánk, jön a tánc, figyelj! Mö! Ha pingvin táncok, táncolunk, mi is pingvinné válhatunk. A jégen hason csúszhatunk, a vízből halagat falhatunk. De most dülöngélve totyogjál, körbe-körbe forogjál, szárnyat csapod, a lábad rázd. Ilyen egyszerű ez a a hóban adhatnánk, hideg lenne, de nem fáznánk. Épp a déli sarkon járnánk, Risza-Misza!
déli sarkon járnánk, jön a tánc. Ha pingvin táncot táncolunk, mi is pingvinné válhatunk. A jégen hason csúszhatunk, a vízből halakat faladunk. De most ülöngélve totyogjál, körbe-körbe forogjál, szárnyat csapod a lábad ráz. Ilyen egyszerű ez a pingvin tánc. Tánc, hogy tűnik kitört palász, megkörülsz, amikor pingvin látsz. Meglesedem majd én is azt, hogy mennyire hideg a déli sark. Nézd, nézd, ahogy a változó áll, megcsodálja az egész család. Becsapkodok, megtáncolok, mert a fekete-fehéren pislogok. Na figyelj, most csak a szemére, körbe. Na még egyszer, ha pingvin táncot táncolunk, mi is pingvinné válhatunk. A jégen hason csúszhatunk, a vízből halakat faladunk. De most ülöngélve totyogjál, körbe-körbe forogjál, szárnyat csapod a lábad ránk. Ilyen egyszerű ez a pingvin. Hát egy nagy tapsot hadd kérjek ezeknek a szuper ügyes kis pingvineknek. Nagyon jók voltatok, gyerekek, szuper jó. Na de, ha már táncnál tartunk, képzeljétek el, hogy elhoztam én magammal a kedvenc hangszeremet. Ki az, aki tudja, mi ez? Hangosan, mondja! Bizonyám, ez az én gitárom. Ezzel szoktam én játszani, úgyhogy mutassátok meg nekem, ha már ott van a gitárom, ő is nagyon kíváncsi rá. Tudom, biztosan. Hogy tudjátok ti csípőre tenni a kezeteket? Hadd lássam. Nagyon jó. Össze tudjátok zárni jó szorosan a lábaitokat egyiket a másikhoz? Nagyon jó. Szép egyenesre tudjátok-e húzni a hátatokat? Nagyon jó. És tudtok-e rogyasztani? Hogy? Rogyaszt, rogyaszt, mint egy rugó. Gyerünk, csináld ügyesen! Rogyaszt, rogyaszt. Tudjuk ezt ilyen lassan is csinálni, és be is tudunk gyorsulni, hogy rogy, 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 rogy. Nagyon. Na figyeljetek! Lassan fogjuk kezdeni, és majd mindig megkérdezem, hogy gyorsulhatunk, gyerekek, és mit fogtok mondani, hogy? Igen! De jó hangosan mit fogtok mondani, hogy? Igen! Na, hát ez már beszél. Szóval csípőnek kész felkészülünk. Bébi könnyű, lassan fogjuk kezdeni. Összezárva a lába. És figyelj! Rogyaszt, rogyaszt, rogyaszt. Lám megmondtam, kis madár, ne menj el az erdőbe, mert a vadász ott megfog és beletesz a zsebjébe. Nagyon jó, és most figyelj, lassan forogjál körbe. Hogy? Belele, belele, beletesz a zsebjébe, vissza. Belele, belele, beletesz a zsebjébe. Nagyon jó, állj meg, és megkérdezem, hogy lehetünk gyorsabbak? Na ez beszéd, oké, figyelj, gyorsabb lesz. Rogy, 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 rogy. Lám megmondtam, kis madár, nem menj el az erdőbe, mert a vadász ott megfog és beletesz a zsebjébe. Körbe! Belele, belele, beletesz a zsebjébe. Belele, belele, beletesz a zsebjébe. Állj meg, és megint megkérdezlek, hogy lehetünk még gyorsabbak? Jó, figyelj, ez már jó! Gyors! Rogy, 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 rogy. Lám megmondtam, kis madár, nem menj el az erdőbe, mert a vadász ott megfog és beletesz a zsebébe. Körbe! Belele, belele, beletesz a zsebébe. Belele, belele, beletesz a zsebébe. Na figyelj! Tudom, hogy ez már nagyon, de nagyon, de nagyon gyors volt. De mit mondtam? Szerintetek lehet ez még ennél is gyorsabban? Igen! Oké, akkor figyelj, erre felkészülünk. Csípőn a kész. Összezárva a lába. És... Kicsit! Lát, hogy mondtam, kis madár, ne menjél az erdőbe, mert a vadászok
vagytok, de tényleg. De egyébként a legfontosabbat felejtettem el megkérdezni tőletek. Ne menje fel az a kezét, aki szeret táncolni. Hadd lássam, ki az, aki szeret táncolni? Ja, azt nem is kérdeztem válatok, ugye ezt kérdeztem? Akkor van egy másik nagyon fontos is. Ki az, aki szeret játszani? Van itt olyan, aki szeret játszani? Na jól van akkor. Hát ez nagy szerencse, mert képzeljétek el, elhoztam én magammal a kedvenc játékomat a gitárommal együtt, aminek az a neve, hogy titkos nyelves játék. Úgy fogjuk ezt játszani, hogy titkos nyelven fogok nektek énekelni, és az a nagyon-nagyon ügyes, aki kitalálja, hogy melyik dalt énekel. Figyelj! Az első még nagyon könnyű lesz, aztán picit nehezebb, még egy picit, és az utolsó már nagyon nehéz lesz, de szerintem nektek menni fog. Úgyhogy kedves kém felkészülni, egy picit jöhettek előrébb. Ha már 6 éves vagyok, akkor tuti menni fog, egy picit gyertek előrébb, egy icike-picikét, csak úgy. Na. Szóval figyelj, kezdjük az első szinttel, a bébi könnyű szinttel. Figyelj! O-I-O-I-A aki arra volt, hogy ez a boci-boci tarka. Lentre is nézek ám. Na figyelj, akkor énekeljük együtt jó hangosan, jó? Hogy? Boci-boci, se füle, se. Oda megyünk lakni, ahol tejet kapni. Hangosan. Boci-boci, megfázott, vartam megint a drágot, nem akartam fel. Nagyon jó, egyes szint pipa, ügyesek vagytok. Kérdezem én, jöhet a második szín? De hangos és határozott választ szeretnék, amíg jöhet a második szín? Igen! Neked nagyon jó hangod van, jó hangos! Szuper! Na figyelj, jön a második szín, ez már nehezebb lesz. A i e e e egyszerre. Ki az, aki erre gondolt? Fel a kezekkel! Nagyon jó! Látta már? Szuper! Akkor hangosan énekeljük együtt, hatalom! Aki nem lép egyszerre, nem kap rétes testére, pedig a rétes nagyon jó, katonának az való. Gyerünk! Nem megyünk mi, csak a végére, ott sem leszünk sokára. Jó, kettes szint is pipa. Ez szélsebes ez. Jöhet a hármas szint? Jó, figyelj, ez már még egy picit nehezebb lesz. Figyelj. E, a, ő, ő. E, a, ő, ő. A, i, a, a. A, i, a, i, a, i, a, i, a, o, a, a. E, ö, ü, a. A, i, i, a. A, u, e, a, u. Na mi ez? A vonatos, igen. Ki az, aki arra gondolt? Ez a megyagőzös, megyagőzös. Nagyon jó. Na akkor hazajam, jó hangosan mehet, jó? Bátran. Megyagőzös. Hogy nem is hallják. Kanizsai állomása. Ha de. Előlül a nagyon jó, hármas szint is pipa. Figyeljetek, nehezedünk, kérdem én. Jöhet a négyes szint? Igen! Jó, figyelj, jön a négyes szint. Figyelj! A, 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 I, E, U, E, E. A, O, A, I, A, A, E, E. O, A, 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 U. Pálkat a Péter, láttam, hogy te énekelted. Ki az, aki erre gondolt? Fel a kezekkel. Nagyon jó! Na,
akkor hadd halljam, bátran! Pálkodta Péter, várod a künna, szólnak a kasuk, az a nagy tarajú, gyere ki a létre, kukuriku. Szuperek voltak. Na az van, hogy 5 szint van összesen, hát az azt jelenti, hogy elérkeztünk a legnehezebb szinthez. Szóval kérdem én, mehetünk a legnehezebb szinte? Oké, figyelj! O, u, a, o, u, a, e, a, o, a, a, o, e, ö, a, a, o, 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 a, i, e, o, i, a, e, u, a, o, u, a, 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 e. Na mi ez? Ki az, aki arra gondolt, hogy ez a mókuska, mókuska, felekezekkel? Nagyon jók vagytok, igazi kis titkos ügynökök. Na figyelj, hadd halljam, jó hangosan. Mókuska, mókuska, felmászott a le, le, rönt a doktor bácsi. Huncut a mókus, újra fára megy. Nagyon jók vagytok! Itt hallottam egy olyat, hogy doktor bácsi meggyógyította, ha ne gyógyítsa meg helyet, úgyhogy ez jobban teszik nekem ez a verzió. Na, de képzeljétek el, egy picikét füllentettem, mert azt mondtam, igazából 5 szint van, de van egy plusz 1-es szint. Egy olyan szint, ami csak az igazi profiknak meg. Eddig nagyon jól csináltátok, szóval kérdem én, mehetünk a plusz 1-es profi szintre? Oké. Már. Ezt mindenkinek küldöm szeretettel, nem csak azoknak, akik gyerekek, hanem azoknak is, akik már éppen hogy nem gyerekek egy pár éve. Na figyeljetek, jön a profi szint. E, a, o, o, u. Akkor mehet, jó hangosan énekelhetjük a profi szintet, figyelj! Meglátta, mondom, úristen! Ki ez a? Ki ez a? Az mondom, úristen! Ki ez a rá? Ki ez a? Na még egyszer! Azt mondom, úristen! Ki ez a rá? Ki ez a rá? Azt mondom, úristen! Magatokat is, és a közönség pedig a gyerekeket, hiszen nagyon, nagyon jól teljesítettétek ezeket a feladatokat, szuperek voltatok, de tényleg. Képzeljétek el, ahogy néztelek titeket, hogy milyen ügyesen táncoltok, meg milyen ügyük vagytok, arra gondoltam, ha belenéznék a tükörbe, és ezt látnám, vagyis titeket, tükörképemként igazán meg volnék elégedve, úgyhogy játsszuk is egy játékot. Mondjuk játsszuk azt, forduljatok velem szembe. Ti lesztek az én tükörképeim, jó? Mit csinál a tükörképem, ha mondjuk én ezt csinálom? És ha ezt csinálom? És ha ezt csinálom? És ha ezt csinálom? Igen, pontosan úgy. És ha ezt csinálom? És ha ezt csinálom. Na gyerünk, hadd lássam, mit csinál a tükörképem. Nagyon jó, hát akkor figyeljetek, kedves tükörképek, mert hogy egy csomó mindent fogunk csinálni. Figyelj! Figyelj! Nézd most rám, csináld azt, amit én éppen úgy csináld, mintha a tükörbe lennél, mosolyog. Hogyha én is nem látod, így készül
ügyesek vagytok, tökre! Na figyeljetek! Kettő dolog. Az egyik, hogy mondjátok meg nekem, hogy hány évszak van egy évben? Na mondjad, hány évszak van? Hát de hány darab van belőle? Hány évszak van egy? Négy, úgy bizony. Most van az ősz, nagyon jó. Utána jön majd a hideg tél, azután jön majd a rügyező tavasz, és aztán pedig a forró nyár, így bizony. Szuper! Na úgy fogjuk játszani, figyeljetek ezt a játékot, hogy amikor felemelem a kezemet, akkor azt fogjuk kiabálni jó hangosan, hogy föld! Jó? Hangosan, te is emeld fel a kezed, és mondd, hogy föld! Innen fog indulni a kezem, hogy ó, föld! Hangosan kiabáld, figyelj, úgy lesz, hogy így lélegzik a föld! Egy utolsó próba, így lélegzik a föld! Nagyon jó, hát akkor lehet táncolni, ugrálni, aki tud jó magasra ugrálhat, indulhat a dal, és akkor amikor emelem a kezed, akkor meg kiabálunk, na gyerünk, hopp, hopp, hopp! Meg a fát, élel a természet, virág illat szám. Oh, 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 itt minden olyan jó, oh, 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 lehet eső, lehet hó. Oh, oh. Na és ugrálunk, gyere előrébb! Mindegy milyen évszak az erdőben, hív a sok-sok ösvény is hívnak a fát. Köztük ugrál a madár ezeken költ, figyelj! Óvjuk meg őket, hisz így lélegzik a föld! Nagyon jó! A fürdőrucit veszük, a nyaralás már vár. Nincs ovi, nincs suri, azt úgy hívják, hogy nyár. Gyönyörű szép ősz, a színek versenyén a sárkás barna győz. Ó, oh, 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 van, aki minden olyan szép, ó, oh, 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 lehet eső, lehet szél. És ugrálunk magasan, ha, ha! Minden milyen évszak az erdő vár, hív a sok-sok ösvény és hívnak a fár. Mókus köztük ugrál a madár ezeken költ, figyelj! Óvjuk meg őket, hisz így lélegzik a föld! Gyertek egy picit előrébb, csajok, jó? Gyere, te is, Cicuska, előrébb! Legjobban kellene rázni a kezeinket,
Jussika, gyere egy picit beljebb, jó? Mert képzeld el, olyan paragép vagyok én, hogy mindig attól tartok, hogy csak nehogy leessenek a gyerekek a színpadról. És akkor ezt kerüljük el most mindenféleképpen, nehogy én itt szívszélütést kapjak. Szóval, figyeljetek! Mutassátok meg nekem, hogy rázzátok a kezeiteket. Mindkettőt hadd lássam. Hozzá lábaitokat. Hozzá popótokat. Hozzá fejeteket. Hozzá nyelleteket. Szuper. És figyeljetek, ti lesztek az én visszhangjaim. Amikor azt mondom, hey, ha rátok mutatok, jó hangosan kiabáljátok utánam, jó? Figyelj, megpróbáljuk. Figyelj. Hey! Ho! Kérem szépen, erről van szó, ehhez fogjuk rázni a kezünket, a lábunkat, és még amit csak tudunk. Na gyerünk, mindent be, rázd meg, utoljára! Vannak olyan napok, amikor rossz kedvű és morcos vagyok. Nem akarok, pedig anya már szól, hogy siessünk. Még a végén elkésünk, elhatározom aztán, hogy a rossz kedv nem lesz rajta furrá. Felállok az ágyra. Na és akkor most, rázzon! Rázom a kezem és rázom a lábam, hogy a szavarom, mint a segge se állam. Ugrálok és kiabálok. Jó, és jobb lesz hirtelen. Na gyerünk, vissza! Az élet néha alakul úgy, hogy kicsúfolnak a nagyfiúk, mert nem tudok jól táncolni, és ki is szoktam gáncsolni. Ha ilyenkor persze sírni volna kedve, de inkább kezdek is. Na gyere, rázzon, gyerünk! Rázom a kezem és rázom a lábam, olyan szabadon, mint a segge se állam. Ugrálok és ki a lábam. Hey! Ho! És jobb lesz hirtelen. Na figyeljetek! Most játsszuk azt, hogy megrázzuk csak a kezeinket. Hadd lássam! Nagyon jó, most csak a lábainkat. Most a fejünket, és most a vállainkat, és most mindent együtt, figyelj! Ennyi a lényeg, bevested a képet, hát ne törülj semmivel, csak utoljára gyerünk, rázd meg! Rázd meg a kezed és rázd meg a lábam, olyan szavarom, mint ha senki se látom, ugrálok és kiabálok. Hirtelen, na még egy utolsó ugrálás! Ó, köszönöm szépen, és hát köszönjük szépen, gyerekek, nagyon ügyesek voltatok. A végére már egészen felbátorodtatok, ügyesen énekeltek, táncoltatok, kiabáltatok. Nagyon jó volt itt veletek, kívánom, hogy legyen csoda szép napotok. Teljesen az eső, vagy minél kevesebbet. Érezzétek nagyon jól magatokat, jó hétvégét nektek, köszönöm!